Sziasztok izomvadászok! Üdv az új videóban! Ma felső napom van, kedvem van edzeni, de nagyon fáradt vagyok, mert még reggel van, nemrég keltem. Ezért is kevertem magamnak boostert. Azt hűtőbe tettem, pontosabban ezt a boostert, amit te épp iszol, ezt magamnak kevertem. Na és? Én edzeni terveztem, te csak beszélsz. Figyeled, amit beszélek? Most akarok edzeni menni, tedd már vissza, és menj ki a felvételemből. Nem lehet velük együtt élni. A gyúrósok azok mindent elvesznek. Na mindegy, ezt most kiiszom, aztán mehetünk edzeni. Oké. Ezt még mindig nem ittam ki. Most akartam mondani, hogy ezt most már kiittem, de ezt még ki se ittam. Mert még kevertünk BCA-t. A barátnőm kérdezte, hogy kérem-e Anna. Mostantól Annának hívom. A barátnőmnek a neve Anna. De később be is mutatom, mert későbbre még terveztünk valami mást ebben a videóban. Amiben ő is benne lesz. Na mindegy. Anna keverte a BCA-t, kérdezte, hogy ilyen üvegbe akarom-e, vagy ebbe a nagy palackba. És ehhez tudnatok kell, hogy ez vízre lett kitalálva. Mi, amióta megvannak, BCA-ra használjuk. A BCA-nak van általában valami illat, valami íz, és hogyha azt nem mosod ki, akkor az másnap nagyon büdös lesz. És hogyha azt hónapokon keresztül csinálod, hogy néha-néha elfelejted kimosni, akkor már annyira undorítóan büdös, hogy, ami ezzel már a helyzet, hogy kinyitod, nem, máshogy mondom, nevettem, mondtam neki, hogy én ebből nem kérek már, én ebből nem akarok inni, tegnap este kinyitottam, és esküszöm, hogy éreztem a másik oldal szagát? Igen, pontosan ezt mondtam. Éreztem a másik oldal szagát. És gondoltam, hogy nektek megmutatom, hogy az tegnap este kb. Hogyan nézett ki, amikor beleszagoltam. Ez fura. Srácok, még mielőtt mennénk edzeni, mutatok egy titkot. De ezt nem mondjátok tovább, ezt senki nem tudhatja. Az új terem, ahol fogok dolgozni, az itt van a házban. Jó, sajnálom, ez nem volt példaképes, ezt otthon ne próbáljátok ki. A lényeg, hogy nagyon jó edzésem volt, amit láthatjátok, nagyon feldobta a kedvem. Egy jó edzés mindig nagyon feldobja a kedvem, és most reggelizni fogunk, aztán jöhet a csípős challenge. Csípős challenge. Jó, ez itt a csípős challenge, ez az ő ötlete volt, ő itt a barátnőmet már láttátok, ő Anna. Sziasztok! Neki is van Instagram, szívesen bekövethetitek, ide írom a nevét. Most így fogjuk csinálni, hogy ide felírtam mindent, szóval itt van nekünk két ilyen nagyon csípős chili, van itt ilyen csípős levesünk, van fahé, mert szerinte az nagyon jó ötlet, hogy egy kanalat teleöntünk fahéja. Van itt két ilyen kis tál, abban benne van egy teakanál gyömbérlé, és akkor van itt nutellás kanál, van itt cookies és nougat bits. Úgy fogjuk csinálni ezt az egészet, hogy mindegyik fel van írva, szóval igazából mindenből van kettő, és kétszer is írtam fel, hogy én is kapjam a lehetőséget egyet húzni, és ő is kapja a lehetőséget. De a lényeg, hogy ezt most felvágjuk, szerintem egyszerűen legyen az. Az nyer, aki
több csípőset húz, amit le is nyel. Szóval csak ha lenyeled, akkor kapsz érte pontot. Jó. Az a szabály, hogy le kell nyelni mindent, bármit húzol, és ha nem nyeled le az édeset, az mínusz pontot ad, és hogyha nem nyeled le a csípőset, akkor egyszerűen nem kapsz érte pontot. Itt vannak a cetlik, és akkor igazából ne húzzuk az időt. Mindenki húz egyet. Kuki! Most komoly. Én chili. De az még tök jó. Chili, gondolod? Szerintem ez... Szerintem jó. Szerintem ez... Csípős, de az... De én ezért most kaphatok pontot, neked meg csak le kell nyelned. De ebből az egészet kell megenni? Igen. Ez szerintem halálos. Király, rögtön ezzel kezdődik. Ez kök zárás. Azt a rohadt... Sárkányá válok épp. Érdekes, hogy a tej ez ennyire segít. Ne, visszajön! Ha most meggyúlod a nyelvem, és ettől nem. Nekem is kell a kuki mellé. Ó! De, ez egy pont nekem. Kérdés, hogy melyik a jobb, a pont vagy a kuki? Felváltozom, ha visszajön, bosszantól neked kell beszélned. Kezdem érezni már a gyomorban. Folytassuk. Dugát itt. Fahé! Értetek, teszem. Lenyeltem. De nem csípett? Figyelj, szerintem a chili után nekem semmi nem csíp ezek közül. Kettő pont nekem. De fáj a gyomrom. Húztam a második cookies-t, én meg húztam a szaros gyömbért. Jó, ez itt egy szép gyömbérlé. Elöptük bele a nyelved. Ez nem is csíp, ez csak nagyon undi. Nem akarok tovább játszani. Folytassuk, emberek, folytassuk! Legyen az a szabály, hogy aki jobban bírja a challenge-et. Én ezt már unom. Gyömbért. Nutellát húztam. Nutellát húztál, én meg gyömbért. De miért nem rakhattam volna aztán akkor? Lehúzom. Most már nyerni akarok. Oké, húzzuk. Ez tuti csípős lesz, ez tuti csípős lesz, igen. Érzem. Chili! Oh. De várjál, hogyha te most eszel a levesből, de én megeszem a chilit. Nem eszem meg ezt a chilit, nem. Ez rontotta el a gyomrom. Ezt a pontot nem éri meg nekem. Még egy ilyen chilit nem eszek meg. Sajnálom, srácok. Csíp. Azért. Mennyit kell ebből megennem? Szerintem elég egy kanál. Ha ezt megeszem, nyertem. Húzok én még csípőset. Fajé. Csípős leves! Akkor igazából már nem is kell megennem a fahéjet, nem? Hát igazából mínuszpontot nem kapsz, de én meg ezzel most nyerni fogok. Most már. Elrontottam a gyomrom. De nyertem. És ezért téged szépen be foglak öltöztetni fiúként. Most kezd feljönni. Még gyorsan, ő épp adott egy másik ötletet, ami tényleg sokkal jobb. Végig kell bírnia egy felső test edzésemet. Ez lesz a büntetése. Ő még vágya is valószínűleg ezt a büntetést. Na mindegy. Találkozunk a következő videóban. Iratkozzatok fel, hagyjatok itt lájkot, és ennyi. Na csá! Huh?